Tészták, konzervek, bébiételek gyűltek össze többek között a Baranyai Kárász közösségi házában, amit egy 300 fős falu önkormányzata hirdet egy gyűjtést az Ukrajnából menekültek javára. A megyei Vöröskereszt vezetőjét kérdezték, mire lenne szükség a segítségnyújtáshoz. Felsorolta a különböző dolgokat, amiket szeretné, hogyha mi ezt lehetővé tennénk, hogy bekerüljenek hozzájuk. Azért is hozzájuk, mert ezek az adományok már itt fognak maradni a megyében, ugyanis egyre több menekült kerül itt elszállásolásra, és ezért ezek nem fognak a megyéből kimenni. Az önkormányzat döntött továbbá arról is, hogy saját forrásból 150 ezer forint értékben vásároltunk különböző tartós élelmiszereket, kozmetikai cikkeket, gyerekeknek bébi ételeket. Az adományokat március 18-án szállítják Pécsre. A Vöröskereszt az Expo Centerben alakított ki gyűjtőpontot, ide érkezik a kárásziak adománya is, tudtuk meg a polgármestertől.